Folytatjuk is Vágó Istvánnal, és egy rossz hír, ami jó hír a Momentumnak, az rossz hír a DK-nak, ez az európai parlamenti felmérés. Hú, olyan csodálkozó arccal néz, mintha tőlem tudná meg, hogy egyel kevesebb mandátumot mérnek a DK-nak. Mi történt? Az Európai Parlament, ugye folyamatosan közli valószínűleg a mandátumbecsléseket. Nem nézte végig, hogy az Európai Parlament melyik közvéleménykutató adatai alapján tette meg. Magyarországról egyet használt. Nem, mindig többet használ. De hát én olvastam, hogy Magyarországról ezúttal kizárólag a publikuszét használta. Azért a publikuszét... Ja, és ez a régi ellentét áll a háttérben. Nem, csak szeretném jelent. Az elképzelés szerint. Nem akar. A publikusz inkább mér az MSZP-nek, csak... megfordítom, hogy a nézők is értsék. Nem, de hát nem erről van szó, rosszul fordítja le. Arról van szó, hogy megnéztem, hogy az Európai Parlament kinek a felmérésére megállapítottam, hogy ez a publikuszé. A publikusz intézet érdekes módon, a legutolsó felmérése szerint, 13-3 arányt állapított meg az MSZP és a DK között. Tehát a biztos szavazók 13%-a szerinte az MSZP, és 3%-ot mér a DK. Uh-huh. Ezt még az Európai Parlament se tartotta komolynak. Ez a véleményem róla. Jó. Hát ha most itt ülne egy MSZP-s vagy a publikusztó Pulai András, akkor nyilván kommentálná ezt a véleményt. Emília, tényeket mondok, hát semmi vélemény nincs abban, amit most hallott tőlem. Ezek a tények. A publikuszra alapította, de a publikusz 13-3-as arányát még ő se vette át. Jó, nem is nagyon ez érintette meg önt mostanában, hanem Orbán Viktor utazása a Zöldfoki Köztársaságba. Hát ennél van jobb sztori. Amit ugye szóba se jöhet Skandinávia Kft. Számmal ellátott videón jelenített meg Orbán Viktor, és csak hogy a nézőket kicsit képbe helyezzük, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi fánterem a Zöldfoki Köztársaság, 500 000 lakosú, 4033 négyzetkilométeres összterületű 10 szigetcsoport, és talán... Nem, bocsánat, 10 sziget. 10 sziget. 1 szigetcsoport, 10 és kicsi sziget. Talán a Népszavánál olvastam egy olyat, hogy 600 millió dolláros GDP-ű köztársaság, amelynél Mészáros Lőrinc egy személyben gazdagabb. Na most vele, ezzel a köztársasággal fogunk mi együttműködést kötni, illetve már meg is kötöttük. Mi ezzel a baj? Azt én nem mert nyitunk most megint. Igen, ezzel valószínűleg nincsen ezzel bajunk, de én kaptam nem olyan régen egy értesítést arról, hogy a Portugál Expresso című lap idézi az angolai miniszterelnök mondatát, és akkor most hevenyészet fordításban mondom, hogy Jean Lorenzo elnök nem akart találkozni a legxenofóbabb, tehát legidegengyűlölőbb és legjobboldalibb európai miniszterelnökkel. Ez egy portugál lap, amelyet most idéz. Tehát magyarán nem angolai, nem zöldfoki szigeteki, portugál lap hivatkozik erre. Tehát nagy valószínű, ugye azt is tudjuk egyébként, hogy Orbán Viktor bejelentette az utazás előtti napján, hogy Angolába indul. Ugye, és aztán azt lefújták. Igen, ugye a hivatalos kommunikáció azt hiszem ilyen naptáregyeztetési nehézségekről szólt, és most ugye ezt az Index szemlézte egyébként ezt a portugál heti lapot, igen? amely így értelmezi a dolgokat. Na, de akkor tegyük a nézőknek kicsit kontextusba ezt az egész látogatást Zöldfoki Köztársaságtól Angolán át. Brückner Gergelynek szintén az Indexen volt egy írás, ami arról szól, hogy a portugál Afrikát próbálja most megtalálni a keleti nyitás után a magyar diplomácia, amiben lehetne ráció, mondván, hogy már mondjuk a brittek és a kínaiak is megtalálták turizmusban, szolgáltatásokban, és ez segítene a magyar vállalkozásoknak. Hát a brittek és a kínaiak mindenkit megtaláltak, de nem ez az érdekes. Én de akkor lehet, hogy nem baj, ha mi is megtaláljuk. Ugye én szívesebben beszélnék az együttműködésről, amit említett épp az imént. Az együttműködést ugye úgy kell elképzelni nagy valószínűséggel, mert hogy ez jelent meg a hírekben, hogy úgynevezett kötött hitelt adunk a zöldfogi szigeteknek. Ez azt jelenti, hogy néhány millió dollár, azt hiszem 15 dollárban van. 15 millió eurós. Euróban. Tehát 15, jó, tehát 15 millió eurós hitelt adunk, ez azt jelenti kötött hitelt. Ez azt jelenti, hogy mi mondjuk meg, hogy mit vásárolhat érte.
Na most én csak feltennék egy kvízkérdést, hogy ebben a konkrét esetben... Azt itt Róna Jégon szokott, ez nem az a stúdió. De most eljött az én időm, mert mit láttam, ma befejeződött ideiglenesen. És nagyon ügyesen csinálta. Szóval az én kérdésem az, hogy vajon ezt a 15 millió dollárt, ami a mi pénzünk, ki fogja megkapni Magyarországon, mert hogy Orbán Viktorék elmondták, hogy ezért a Zöldfoki szigetek kitől vásárolhat micsodát. Egy, kettő. Bejelentették, hát ez a legmókásabb, bejelentették, hogy támogatni fogják például a zeneoktatást. Kodály módszer. A Kodály módszer. Nem tudom, hogy tudja-e. Tudom. Hogy mert 2000... kiszúrtam, hogy már 2017-ben is ugyanezt bejelentették. Én is kiszúrtam. Igen. Tehát ebben sincs. Nem olyan könnyű elsajátítani a Kodály módszert, erről szól ez. Igen, valószínűleg ebben nagyon sokat segíthetünk nekik. Szóval ráadásul ugye ez a kölcsön is, amit adunk, ez nem úgy kölcsön, hogy majd ők visszaadják kamatostul, hanem majd mi megmondjuk, hogy mire költetik. Tehát most a legrosszabb májú vagyok. A legrossz májúbb vagyok, hogy a mi adóforintunkból így lesz majd magán, elveszíti közpénz jellegét. Igen. Tehát ezt tudni kell. Na most, ugye azok a dicséretek, amiket például Szijjártó Péter mondott a házigazdákra, hogy egyrészt ők mennyire vigyáznak a határon, tehát ezeket a határrendét, hát most elmondta, hogy 10 szigetről van szó, baromi messze Afrikán. És ráadásul... Akkor a kihívásokkal nem néznek szembe a migráció területén. Valaki a Facebookra felírta, az nagyon szellemes, hogy hát volt is azért neki költségük ezzel, amikor ezt a nagy vizesárkot kifúrták a szigetek köré. Ez az Atlanti-óceán. Ez az egyik. És van egy másik nagyon fontos mondat, de mondja csak. Ugye Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy Afrika a jövő kontinense, a globális növekedés jelentős részeit fog végbe menni. Tehát, hogyha attól félünk, hogy bárhol, ahová a kormány figyelme irányulott a közpénz magánpénzé alakul, akkor ilyen szempontból egy országgal, egy kontinenssel sem lehetne együttműködni külgazdasági kapcsolatok terén. Ezt én nem így látom, hogyha a fogadó ország cégei és az küldő ország, tehát mi, magáncégei, vállalkozásai egymással kötnek szerződéseket, egymással kapcsolatba lépnek, adnak, vesznek. A két kormánynak az a dolga, hogy ezt a kapcsolatfelvételt megkönnyítse, és olyan ösztönzőket... De ők azt mondják, hogy most ezt csinálják. Hát akkor nem kötött lenne a hitel. Nem tudom, hogy pontosan ez a kifejezése, amit nekem használnom kell, nincs odaírva véletlenül? 15 millió eurós magánhitel lehetőségét nyitották meg, a két ország vegyes vállalatokat hozhasson létre egy célból. Ilyenekre gondolok. Uh-huh. De akkor nem az a 15 millió, amiről én beszélek, hanem van ez a bizonyos kötött hitel is, ahol mi mondjuk meg, hogy mit vehet érte. Ugye van ennek az egész történetnek még egy szála, ami szintén azért bejárta a sajtót, az, hogy a keresztény kultúra mennyire közös Magyarország és a Zöldfoki Köztársaság között, ami egyébként annyiban mindenképpen tényszerű, hogy a Keresztény Demokrata Internacionálében mindketten alelnökei ennek a szervezetnek, Orbán Viktor és a köztársaság miniszterelnöke. Viszont Orbán Viktor azt mondta, hogy ott végre jól érzi magát, mert hogy egy ország magát nyíltan kereszténynek vallja, ez ritka, és Európában be is van tiltva. Hogy tudja mondani ilyen komoly arccal? Komolyan mondom. Na most, hogy be van tiltva. Ugye tudjuk, hogy az anglikán egyház feje II. Erzsébet angol királynő. Furcsa lenne, ha be lenne tiltva az a kereszténvallás. De tudok még egy országot Európában, ahol elég intenzív a kereszténvallás megvallása, úgy hívják Vatikán. Európai ország. De hát a svéd trónon is az evangélikus, helyi evangélikus gyülekezetnek a fej. Hogy mondhat ilyet? De nekem nem ez a fő bajom. Hát ez nyilvánvalóan ez valami, majd az MTI tudósítóját kirúgják. Hát ilyen hülyeséget nem lehet mondani, hogy Európában betiltották akár. Ilyen nincsen. Itt a nagyobb bajom az, hogy azt mondja, jól meg tudja magát érteni a zöldfoki szigeteki társadalommal, mert keresztény alapokon áll. Szeretném közölni, hogy keresztény alapokon áll Németország, Spanyolország, Svédország, és így tovább. Akikkel nem nagyon tudja megérteni magát. A pápával néha kifejezetten ellentétes
nézeteket meg is ugye van. A néppárt de jelentős része, hogy... és csak baloldali és liberális befolyás alatt keresztények ők. De hát keresztény kultúrán bomlottak ki ezek a mozgalmak. Ezzel szemben milyen jóba tud lenni mondjuk egy muzulmán Törökországgal, egy Izraellel, egy taoista vagy konfuciusz hívő Kínával, és így tovább. Őt ez nem szokta zavarni. Maradjon ez egy költői kérdésként végére. Rendben. Köszönöm szépen. Én köszönöm.